Kommentesz, lájkózsz, megosztasz, kommentesz, lájkózsz, megosztasz, kommentesz, lájkózsz, megosztasz, kommentesz, lájkózsz, megosztasz. Üdvözlök mindenkit, ez itt az igazi Dope Man TV. adásad, operatív, benne a törzsfejél, aci király, a guru, akiben csalódni fogsz, a holdra mutató újak, amiből van összesen tíz. Ha nem tetted volna, akkor iratkozz fel az igazi Dopman YouTube csatornájára, lájkod, like illetve kommenteld annak a tartalmait, nyomjál rá a kis harangra, és mindenféleképp osszad is meg. Köszönöm szépen! Kövess be az Instagramon, mert azt kamázom, meg az menő. Fönn vagyok a Twitteren, a TikTokon, a Redditen, és van egy különbejáratú Dope Fiber mafiám. Képzeljétek el, hogy a TikTokról letiltottak egy videómat. Mégpedig egy olyan videót, amiben megköszöntem a kínai laborban dolgozó amerikai és kínai szakembereknek, hogy ránk szabadították ezt a vírust. Azonnal letiltották a TikTokról. Az Instagram sztorimban ott fönnmaradt, de TikTokról letiltották, úgyhogy most ott szerintem nem tudok posztolni egy darabig, de aztán lehet, hogy tudok, fene tudja, mindegy. Két alapítványt ajánlok a figyelmetekbe, gyermekétkeztetési alapítvány és gondoskodás gyermekénkért alapítványok. Ezeknek utána nézhettek az interneten, minden platformon megtaláljátok őket, támogassátok őket, és támogassatok engem is az, hogy nézitek az igazi Dopment TV-t, hogyha éppen YouTube élő premier formájában nézted ezt az adást, akkor küldhet szupercsetet, vagy adományt, mikroadományt a patreon.com per az igazi Dopment oldalon. Van ott már valamennyi lé, mondjuk én még nem nyúltam hozzá, majd ha nagyon sok összegyűlik, akkor leveszem, az egyik felét eljótékonykodom, a másik felét meg eliszom, vagy elutazom, a fene se tudja, mit fogok még csinálni. Állapotomat kérdezitek, egyre kielégítőbb, egyre jobb, egyre frissebb vagyok, erősödök vissza. Egy csomó dologról leszoktam, például a kávéról, a Coca-Cola zéróról és most már azt hiszem harmadik hete nem ittam egyáltalán alkoholt, és ezeket a dolgokat nem is kívánom. Kicsit még nazál is a hangom, szagokat egyáltalán nem érzek. Tehát ilyen módon a latrinek nem zavarnak, de ízekkel azokkal tök jó vagyok. Úgyhogy a kaja az finom az ízlik. Most már lassan a főzőkedvem is megjön, egy jó csilis csirkét akarok majd csinálni, egy kínai csilis csirkét, és hát tegnap volt ilyen covidos adás, és kértetek már a politikát, mert szeretitek, hogyha a politikáról beszélek, én meg megteszem nektek, hogy örüljön a szátok, aztán mulassatok rajta, mert ne felejtsétek el, hogy az első számú szerepe ezeknek a videóknak az, hogy mulassatok rajta, mert más nagyon nem érdemes csinálni, tehát a világot ki kell mulatni, nevetni kell még a legszörnyűbb dolgokon is, és ezt nem bárgyúságból, meg ostobaságból, hanem úgy könnyebb lesz túlernülni a nehéz időkön. Tehát a szeretet, a mosoly, a jókedv az be tudja aranyozni a világot, és akkor meg is változik a világ. Na, direkt összeraktam a gatyányt, meg a nemzetbiztonsági kockázatot, tudtam, hogy erre jönni fognak a nézők, és hogy ez így izgalmasan ha hangzik. Na de egyébként ugye most teljesen ki akadva itt az ellenzéki médiába, Kövér Lászlónak a összödi beszédétől hangos minden, bajuszos barátunk, tudjátok, akkor a kefe bajsza van, hogy nem is tudom. De divatlapokat nem nagyon néz a tanár. Tehát utoljára ez a bajusz még 1848-ban se si volt divat, akkor is fésülték, de mindegy, partfics bajusz a mester nagyon nagy volt, hát most őt kipécézte magának az ellenzéki média, totális most már a sértettség, a háborús állapot mindkét oldalon, mert ugye azt mondta ilyen titkos szolgáknak, vagy nemzetbiztonsági embereknek, hogy az ellenzék az nemzetbiztonsági kockázatot jelent, vagy az a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat. Na most én egyet nem értek, de tényleg tök pártatlanul mondom, hogy Miért gondolják, hogy ez olyan, mint a gyurcsány beszéd, vagy hogy hazudott a Kövér László? Én nem vagyok nagy meg ezt az egész ilyen parlamenti helyőrséget, akik ott fegyverekkel masíroznak a osztályterembe, és kivezetik a rossz tanulókat, az ilyen viccesnek tartom, de különben valljuk be őszintén, hogy nem mondottam hülyeséget a kövér. Tehát tényleg az ellenzék a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat. Képzeljétek el, hogy mi lesz, hogyha ezek hatalomra jutnak az, az egy kibaszott nagy nemzetbiztonsági kockázat, mert ezek fogják magukat, elszabadítják a rezsi ugye, mert most abban így bele van nyúlva hatóságilag, nem van tartva a világ képest. Tehát most érted, hatalomra jutnak, elszabadul a rezsi Behozzák ezt a tölcsfabaszó zöld politikát, ezt a zöld diktatúrát, amit tolnak most már Európában mindenhol. Elszabadul a LMBTQ téboly, teljes mértékben tébolyda. És ez nem is ilyen baloldali vonal ez, amit készül, hanem ez egy ilyen, ilyen, ilyen nem liberálisnak tudnám nevezni, de ők magukat liberálisnak nevezik, de egy ilyen, ilyen őrült katyvac amit ezek akarnak csinálni, tehát ezek hatalomra kerülnek, ja, és elmondom neked, hogy hatal lesznek minimum, de lehet, hogy heten. És heten akarnak majd kormányozni egy országot, hétfelől. Tehát megvan, ahogy rángatják a kondért. Tehát valójában nem mondott hülyeséget különben a, a kövér, ez a nemzetbiztonsági kockázattal. Tehát mondjuk, hogyha egy nagy ellenzéki párt lenne valójában, egy megfogható, üzenettel és valami kormányhoz képest működtethető alternatívával, az mondjuk nem lenne nemzetbiztonsági kockázat, de ez, hogyha hatalomra kerül, gyerekek, ez tényleg az. Tehát elmondom neked, a miniszterelnök jelöltjüktől kezdve, a politikusaikon át, amiket beszélnek, teljes mértékben alátámasztják az egészet. Na hát arról meg nem beszélek különben, hogy itt megy ez a nagy erkölcsösködés, nem kell itt erkölcsösködni, tehát városháza eladás, meg buszsávba menés, meg, meg ideüzengetés, odaüzengetés. Gyerekek mindkét oldalon vannak milliárdosok, vannak gazdag pénzemberek, minden oldalon megvan a Simli, Ugye a, mit tudom, a 9. kerületi önkormányzati képviselőgyerek, Fideszes, az meg eladta azt a maszk áruló cégét, hogy mit tudom én, ráírattam valami cigány gyerekre vidéken, hogy mindenhol megvan itt a, a rock and roll, tolják a srácok egymás között. Fideszeseknek, ha kell egy cég, elveszik, érted? De azért maradt cége a, a, a ellenzéki oldalnak is, tehát nem kell félteni senkit, egyik se különben a Deákné itt, amit valójában nézni érdemes, az a kormányzati képesség, meg annak a, a. tulajdonképpen annak a. Tehát azt kell megfigyelni, hogy ki tud kormányozni, és ki, kicsit még a COVID-tól szétesik az agyam, tehát ki az, aki működőképesen tud tartani egy országot. Most ez a szimpátia kérdés, ez teljesen lényegtelen Értitek, mindenhol megy a simli. És el akarták adni a városházat. Nem is kérdés. Tehát gyerekek, ennyi tele, amennyi telefon a karácsonyról van, azt nem lehet, egész egyszerűen emberről ennyi telefon nem készül. Tehát a csávó már, mit mióta már a homokozóta, amikor eltemették zuglóba, azóta ennyi felvétel nem készül senkiről. És mondom nektek, hogy tehát óriási, mert egy olyan ellenzékünk van, és ezért is nemzetbiztonsági kockázat, mert most, ha kamuznak is mondjuk a fideszesek, tehát kamuznak, tényleg nem adnak semmit, meg nem lesz nyugdíjemelés, meg teljesen elszáll az infláció, meg nem adják vissza a pénzt, amit ígértek, meg nem pörgetik a gazdaságot, jó, de legalább jobbat hazudnak, érted? Tehát ezek, nem tudom miért, azt hiszik, hogy most azt kell az embereknek, hogy elmondják, hogy ilyen szar lesz. Hogy nagyon szar lesz, és akkor után jó lesz. De annyira szarnak mondják el, hogy utána nem tudod, hogy lesz jó. Szóval Laci bácsi ebbe, ebbe jól lát a dolgot. Hát az, hogy most itt lehallgatják egymást, meg mindegy. Nagyon kemény. Aztán... Ugye itt van a gatyán, aki itt kiakadt mindenki, hogy pornó király. Gyerekek különben az így nem pornó király ez a csávó. Éles egyébként, meg nem véletlen gazdag. Tehát a gatyán az ő nem olyan, mint a kovi, mikor mondják rá, hogy pornó király, nem? Az kitalált egy olyan fejlesztést, hogy platformot biztosított, internetes platformot arra, hogy a bulák fölmehessenek, és akkor ott tudjanak pénzt keresni úgy, hogy tömködik magukba a kárszeget, vagy a műkárszeget, vagy bármi más, de a gatyám maga az nem egy ilyen pornó király, olyan, mint mondjuk a Kovi, aki a Kovi jó arc, félre ne értsetek, de hát ő nem pornófilmeket rendez, hanem adott platformot egy ilyesminek. Ennyi erővel csinálta volna a telesopot, vagy a telemarketinget világszerte bármere. Tehát ez az, amit tudni kell, és ezúttal üzenem neki, ha 106 körzetében szeretne egy 106 jó jelöltet, vagy egyet legalább, akkor itt vagyok, én a megfelelő pénzzel szívesen vállalom mind a tanácsadást, meg mind az indulást is. Tehát én leszek a gatyán jelöltje. Úgyis munkának ajánlja, azt mondom nekem, ma a hangom, mindent, tehát hogyha megfizetnek, akkor szívesen ott el leszek. Én abszolút tudom vállalni ezt a vonalat, amit ő visz. Tehát ez teljes számomra teljesen vállalható. Nincs ez a gond. De különben félretéve a viccet, meg minden, az a baj ezek az ellenzéki okos emberekkel, hogy nem a Földön élnek, az Orbánnal összehasonlítva. Tehát az Orbán is sajnos el van zárva sok szemszögből a valóságtól, és, de mégis jobban stábja és jobban reflektál a valódi életre. És az a baj, hogy amiket ezek az ellenzékiek mondnak, ez meg ebben a formában működésképtelen. Tehát például ott volt ugye a Donát Anna, a Momentumos lány, aki például ezt a nagy zöld tölcsfabaszó politikát tolja. Na most nincs ezek gond, hogy meg akarjuk védeni a földet, meg a klímát, meg a bolygót élhetővé akarjuk tenni, bár ahhoz mélyebbre kéne nyúlni, mint a zöld politika, tehát az elektromos autó meg a szélerőmű ahhoz kevesebb lesz, az embernek jobban, mélyebben szembe kéne nézni magával ehhez. De ez tök aranyos, hogy ilyen brüsszeli fizetésekkel az Európai Uniós Parlamentből az elit részeként mondod a magyar embereknek, hogy föl kell készülni arra, hogy drága lesz az energia ár, meg már nem lehet úgy élni, hogy eddig lehetett. Tehát ez tök aranyos, csak ezt, ezt, nem kéne pofázni, mert azok az emberek pofázzák, akik nem fognak úgy élni, hogy nem tudják kifizetni az energiárat, nem lesz habzsi, dőzsi, meg minden. Tehát így elitként ezt nem kéne kiabálni. Ezt úgy kéne mondani, hogyha ti is csináljátok. Tehát arányos a Karácsony Gergely, hogy bemegy a hátizsákjával tárgyalni, csak közben meg, érted, a búsába utózik ha izével a, a kocsijával. Jó, ez az egész tényleg olyan piti, már különben oda-vissza. De ami a lényeg, tehát ez így nem működik. Ugyanez, amit mondok atyán Gyuri, hogy a digitalizáció. digitalizáció testvérem, de az az igazság, hogy ez egy buborékvilág. A magyar embereknek a többsége az, ha még tud is gépeket kezelni, meg ilyen e, e, kütyüket, akkor is azt is funkcionális analfabéta módjára csinálja, tehát a TikTokot tudja kezelni, vagy a Facebook Live-ot, vagy föltölt egy YouTube-ra videót, de azokat a funkciókat, amiket digitalizálás alatt értenek, ők, meg a Márkizai Péter, meg mit még kicsoda, tehát ezt az emberek nem fogják tudni így egyből csinálni, hogy ti kitaláltátok, hogy digitalizáció. Mint ahogy a zöld fordulat se fog így megtörténni, mert ehhez fel kell készíteni a népet, és ehhez egy olyan oktatási rendszert kell kialakítani, ami működőképessé teszi az embereket, arra kompatibilissá teszi arra, hogy ezeket megfelelőképpen tudják használni. Tehát nem lehet átugorni az alapozást. Az a baj ez az értelmiséggel, meg ez az egész ellenzéki közeggel, hogy átveszik ezt a Nyugat-Európában Tomboló politika irányvonalat, mert ez nem egy életstílusbeli váltás, meg nem egy olyan jellegű fejlődés, ami arról szól, hogy megváltozzon a világ, hanem ez csak egy, egy trend, olyan, mint a férfival csókolózó Norvég Mikulás. Tehát van egy trend, amit átvesznek, és akkor abból, abból akarnak építeni valami politikát, meg egy imidzset, de igazából működő alternatívát nem hoznak. Hát nemzetbiztonsági kockázatok. Érted? Sok a kamú, sok a duma, és nincsen semmi. És az ígéret, amit tesznek, az még mind csak arról szól, hogy szarabb lesz. Na most azt, nem szívesen veszi meg senki, hogy szarabb lesz. Ettől függetlenül rengeteg dolog van, tehát most már az inflációt nem ártana megfogni. Hát látjuk, hogy mi történik itt ezzel a helyzettel, ami van, fertőződünk hát szépen, mindannyian, mindegy, előbb túl leszünk rajta, hamarabb szabadulunk, érted? De ezért mondom, hogy akivel szembenéznek, néznek, tehát mondom, ott a Fidesznél is megvan, de nézzétek meg, vakcina gyárat épít. Hallgattátok a beszédét, amit tartott? Fegyvergyárakat épít. Érted? Tehát folyamatos valami vízió van, amerre akar mozdulni egy kormány, és akkor abból lesznek majd olyan fajta befektetések, meg olyan fejlesztések, ami kiemelheti például az országot abból, hogy egy összeszerelőzemként szerepeljen. Ezért kell kelet felé is barátkozni, megnyitni, mert be lehet hozni olyan cégeket majd, azok után, az összeszerelő cuccok után, amik adott esetben a kutatásba is fejleszthetnek, és aztán azt be lehet forgatni az oktatásba. Tehát rengeteg mindent lehetne csinálni, sok mindent lehetne másképp. És én elmondom, nekem se tetszik az urizálás, nem tetszik, hogy ha valaki nem szimpatikus, akkor le darálják, mit elveszik a cégét, nem tetszik sok minden, mondjuk engem a gazdagodás nem érdekel, mert a pénztől még soha senki nem lett boldog, a hatalomtól még kevésbé, csak a betegséget gyűjti magára tőlem, meg az hatalmasodik el rajta. Tehát nézzétek meg, mennyi vidám boldog embert láttak ott a politikusok, meg a nagyon gazdag emberek környékén. Tehát, hogyha nézed, mindegyik csak kapálózik, meg ágaskodik. Figyelemér, hatalomér, meg hogy megtartsa azt, amit összegyűjtött. De az a lényeg, minél több dolgot szerzel annál több mindent veszítesz el, mindig a elveszítést tanulod meg, mert rossz irányba terelődik a figyelem azt illetve, hogy mi a fontos az életbe, de hát ezt még nem tanulják meg sokan. Itt, tehát azért mondom, hogy bonyolult ez a helyzet, ami most van, és mondom, szeretnek lovagolni ezen, ezek a politikai szereplők, és egyébként onnan látom, hogy az ellenzék abszolút nem akar változást a mindennapi életünkben, mert nincs más hangja, sőt, még ráerősített arra a hangra, amit annak idején a Fidesznek tulajdonítottak. Nincsen, engem nem érdekel az erkölcs, meg az etika sem, erkölcse és etikája sincs a Fidesze szemben, hanem semmi abba is még ráerősített. Az a lényeg, hogy mikor ülnek ezek a figurák, ezt egy olyan pingpong foci megy, ami igazából arról szól, hogy nagy eséllyel, aki győz, az megszerzi a hatalmat, de a másik is ott kaparhasson a közelébe, hogy ezért neki is a szerepe szerint lehessen, aminek le kell esni. És egy ilyen ellenzék az valóban nemzetbiztonsági kockázat, mert nem arról szól, hogy konstruktívan, építő jelleggel hozzájáruljon a dolgokhoz, és adott esetben egy választás nyerve, egy megfelelő váltó szereplője legyen a politikának. Mert most már arról szól az összes véleményformáló, meg az összes elemző, meg az összes mindenki, meg itt az összes ilyen politikai figura, hogy csak egymást osztják és vakítják a saját embereiket mindenféle dumával, mindig eltorzítani a szélsőségeség irányába, és teljesen elmegy mindenki az igazság mellett. Tehát én amondó vagyok, a következő program az az lenne annak, aki bárki a hatalomra jut, hogy legyen faja gyerek. Faja gyerek legyen, és fain. És arra törekedjen most már, hogy fainság legyen, de mondom, egyébként nehéz feladat van, mert Orbán atyán küzd ez ellen a őrület ellen, de ez végbe fog különben sajnos menni. És hülye módon fog végbe menni ez a zöld politika, meg ez az egész klímakamú, meg ez a sok uh, simléder, érted? Tehát ez túlmutat azon, amiket itt uh, hisznek, és ez végbe fog menni, de legalább, ha okos, akkor megpróbálja olyan irányba zongorázni ezt hogy még Magyarország a lehető legjobban jöjjön ki ebből. Kész. Itt, itt most nagyjából ez történik, és majd meglátjuk, hogy hova vezet a dolog. Van feladat, biztos, hogy van. Inflációt azt meg kéne stoppolni, mert az most már nagyon gatya, meg a kajárak. Tehát most már ami pénzt szétosztanak, azt elviszi az infláció, meg az árak. Jó, még mindig úgy érzik az emberek, hogy kapnak, meg ha nem kapnának, akkor még drágább lenne ez. De, de ezekre kell figyelni. Tehát oda kell figyelni az ember, emberközeli tanácsadók kellnek. Az a baj itt mindenki néz a falnak, néz és a falon beszél. És az a nagy képesség különben egy vezetőnek, meg egy bármi nem ilyen szereplőnek, akár elemzőnek is, ezt is üzenem mindegyik nagyokosnak, hogy kicsit néha ki kell tudni mászni a saját magad igazságából, és fölé kell nézni, és meg kell nézni a másiknak is azt, hogy mit gondol, hogy gondol, mi lehet abból a frankó, mi nem frankó. És ha nem frankó, akkor is rájössz, mert megfigyelted, hogy mit mondott. Úgyhogy ennyi, amit ezzel kapcsolatban el akartam mondani nektek. Remélem tetszett a videó, és ha tetszett, osszátok meg, lájkoljátok, diszlájkoljátok, csináljátok vele, amit akartok. Ez is egy tartalom volt. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Most már csinál buddhista videót, meg szerintem lesz meditálás is, mert az jót fog tenni nektek. Egy biztos kívánom, hogy legyen mindenkinek nagyon kellemes az elkövetkező egy hét. Legyen izgalmas, és bármiféle téma jön, amin lehet gondolkozni, beszélgetni, kifejteni, vagy mulatni, mi arról beszélni fogunk, és megjavítom az erőködőmet, és csinálok új lemezt már mióta mondom. De tényleg csak 50 éves koromig megcsinálok, esküszöm, csinálok klipet, és jön podcast is, úgyhogy lesznek dalok, minden. Örülök neki, hogy szerettek, én is szeretlek titeket, aki beteg, annak jobbulást, aki egészséges, az maradjon egészséges, ellenségeimnek, barátainknak, nagyon szép estét és eredményes életet kívánunk. Namaste, sziasztok!